Örömmel köszöntöm a Pulzus stúdiójában Nagy Ferolt, akit a széles közönség a Beatrice-ből ismert meg. Most azonban a Bikini Együttes tagjaként üdvözlöm. Hogy jött létre ez a zenekar? Édes tudom, másfél évvel ezelőtt találkoztam Németh Alajossal, aki itt ül velünk a stúdióban. A többiek hol vannak? Valahogy csavarognak, nem tudom én. Biztos dolguk van. Akkor alakítottuk a zenekart, illetve akkor elkezdtük tervezni, hogy csinálunk valami zenekart együtt, és hát szerencsésen létrejött. Egy pár nótát először úgy kezdeményezésként összehoztunk, és később kiderült, hogy ebben lehetne egy viszonylag jobb zenekart is csinálni. Én nem akarlak belekényszeríteni egy olyan szituációba, hogy meg kelljen akadémikus módon magyaráznod, hogy milyen stílust játszatok, de azért mégis. Ja, mégis. Hát valami. Akkor hát én azt mondanám, hogy valamilyen műfaj közi zenét játszunk, és jelen pillanatban a legjobb zenét játszunk Magyarországon. Punk, új hullám, vagy hogy? Hát nem lehet ezt így pontosan megmondani. Ha mindenképpen ragaszkodunk valamihez, akkor kőkemény új hullám valószínűleg. Értem. És ebben a műfajban hova helyezitek magatokat? Hát a csúcsra természetesen, szóval az hát biztos, ez, hogy mi vagyunk magát, a legjobb. Ez nyilvánvaló. Ezt azért nem mondtam. De én most megvettem a lemezeket, szóval meghallgattam, amit megjelentek Magyarországon, és nem tudom, nekem a Bikini tetszett a legjobban. Nekem is nagyon tetszett, megvallom őszintén, ezzel elárultam azt a kedves nézőknek, hogy megjelent a Bikini Együttes első nagy lemeze, amely gondolom kollektív munka. Mi volt ebben a kollektív munkában a szerepe Németh Alajosnak? Megcsinálom otthon a vázlatokat, meg az egészet. Persze, igen. Én már nem is csináltam semmit. Na, felvezetem a próbán. A fiataloknak, ők belerondítanak, elrontják, amennyire csak lehet. És a hanglemezgyár fölveszi. Így van, pontosan. És akkor erről a lemezről most a kedves nézőknek is bemutatunk egy részletet, egy nemrég forgatott televíziós műsor részeként, amely az irodalomból jól ismert Quasimodo alakját dolgozza föl. Azt hiszem, ez is a dal címe, tévedek? Nem. A zenekar üzenete. Miért nem vagy te kőből?